Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Utak, közétkeztetés, menekültellátás, képviselőtestületi ülés Tolnán. Fél kilós házi cipó, Dombóvária kenyere. Festés, hőszigetelés, Kakasdi cégnél tanulnak a diákok. Új helyre települnek, megkezdődtek a Szekszárdi könyvtár költöztetési munkálatai. Rendkívüli ülést tartott Tolna város önkormányzata képviselő testülete augusztus 8-án. A napi rendi pontok során szó esett az utak állapotáról, közétkeztetésről és menekült ellátásról is. Eredményt hirdettek a közétkeztetéses közbeszerzési eljárásban. Ennek részleteiről Appelsoffer Ágnes, a település polgármestere adott tájékoztatást. Két évvel ezelőtt szabály szerint közbeszerzési felhívást kellett megjelentetnünk, és egy eljárást kellett lefolytatnunk, és egy konzorcium nyerte, a Food Like és az Étrend, tehát ők voltak azok a KFT-k, akik, vagy gazdasági szervezetek, akik a közétkeztetést biztosították a városban. Ez a két éves szerződés lejárt, és új eljárást kellett lefolytatnunk, és ennek némi meglepetést okozott, de nagy örömünkre visszakerült részben a Tolnai Alimentál KFT-t. A Széchenyi iskolában ők fogják az ebédet főzni a gyerekeknek, és ott is fognak étkezni a Kossuth Lajos utcában, a korábbi helyükön. A többinél pedig a korábbi konzorcium egyik tagja, a Food Like KFT lesz, aki az ebédet biztosítja. A baleset veszélyes és megjavítandó úthibákkal kapcsolatban is vannak a városnak kezdeményezései. Évelején az önkormányzat mindig, amikor közszolgáltatási szerződést köt a Telen a KFT-vel, ami az önkormányzat 100%-os tulajdonú cége, akkor döntünk egy keretösszegről, úgy, ami járdák építésére és úthibák javítására szolgál. Ez a keretösszeg sajnálatos módon elfogyott, és még maradtak olyan kátyúk, amiket nagyon sürgősen ki kell javítani, úgyhogy most ügyvezető igazgató úr és a műszaki osztály kérésére biztosítunk plusz forrást, hogy ezeket a hibákat ki tudjuk javítani. Az orosz-ukrán háború kitörésekor menekültek érkeztek Tolnára. A település pedig biztosított lakhatást számukra. Néhány hónap múlva azonban mind visszatértek Ukrajnába. Most az egyik család, akinek a fia a napokban töltötte be a 18. életévét, azt kérte, hogy hadd jöjjön vissza néhány hónapra, mert a 18 éves fiú, ahogy betölti a 18. életévét, hat kötelezetté válik, tehát gyakorlatilag bármikor a frontra vezényelhetik. Ez a fiú egy egyetemista egyébként, magyar nyelvet nem beszéli, de én azt gondolom, hogy az önkormányzatnak mindenképpen segítenie kell minden bajba jutott emberen. Neki egy egyszobás garzont biztosít a város az év végéig, amit jelenleg is igénybe vesz a fiatal diák. 6 évvel ezelőtt indult útjára a Dombóvária kenyere kezdeményezés. Azóta minden év augusztusát okkal várják a város civil szervezetei. A Dombóvária kenyere idén búzalisztből készült. Egy adalékanyagmentes félkilós házi cipóra esett a választás. Augusztus 20-a felé közeledve azt gondolom, hogy ez egy olyan ünnepünk, amelynek próbálunk egy picit Dombaváron is másképp hagyományt teremteni, hiszen július végén, augusztus elején az Európa Pékség jóvoltából kiválasztásra kerül az a kenyér, amelyik 2024-ben elnyeri a Dombavár város kenyere címet. Ez az alkalmat én mindig nagyon várom, hiszen finomabb pékárukat van lehetőségem megkóstolni, mert azért egy picit mindenkinek maga felé adjak a kezdet, és a zsűribe én is kértem, hogy vegyenek be engem is. Az idén is 10 féle kenyérből választotta ki a zsűri az Európa Pékség által készített nyertes veknét. Nyilván azon túlmenően, hogy mi jól érezzük magunkat, amikor zsűriztük ezeket a termékeket, annál nagyon sokkal fontosabb, hogy a Dombvári Civil Szövetségben regisztrált civil szervezetek, mint egy 50 civil szervezet, kedvezményezetként megjelenik ebbe a versenybe, hiszen augusztus 10-től 16-áig Facebook oldalunkon lehet rájuk szavazni. Aki a legtöbb szavazatot kapja, az augusztus 20-án megkapja ezt a címet, hogy nekik gyűjtünk.
Ez a gyűjtés nem szól másról, mint a Pékség felvállalta azt, hogy 2024. augusztus 20-ától 25. augusztus 20-áig az év kenyeréből minden eladott darab után 20 forintot a civil szervezet számlájára jóváért. Nagyon remélem, hogy a dombaváriaknak is fog ízleni ez a kenyér, és az általuk kiválasztott civil szervezet minél több támogatásba fog részesülni 2025-ben. A Dombóvári Civil Szövetség közel 50 tagegyesülettel működik több mint 3 éve szoros együttműködésben a város önkormányzatával. Bronzérmet nyert a párizsi olimpián Pup Noémi, a Paksi atomerőmű ESE versenyzője női kajak 4-esben 500 méteren. Noémi Folycsárával, Csipes Tamarával és Gazsó Alita Dórával ért fel a dobogó harmadik fokára az ötkarikás játékokon. A magyar csapat bravúros versenyzéssel szerezte meg a bronzérmet Új-Zéland és Németország mögött. Vízelvezető árokba borult egy motoros szerdán Kakas térségében. A balesetben a sofőr súlyosan megsérült. A 61-es főúton egy autós vesztett el uralmát járműve felett, majd villanyoszlopnak csapódott. Egy másik baleset Bátaszéken történt. A karambolt okozó sofőr elaludt és a szemközti sávon közlekedő autónak ütközött. Mint kiderült, neki jogosítványa soha nem volt. Őt a hatóságok őrizetbe vették, a napokban bíróság elé állítják. Változik a volánbusz menetrendje augusztus 17-től. Hívta fel a figyelmet a társaság. A módosítások Tolna vármegyét is érintik. Több esetben változnak például a Szekszárdot, Tolnát és Paksot érintő útvonalak, de a módosítások kiterjednek Bonyhádra is. A teljes és pontos lista a volánbusz.hu weboldalon érhető el. A Kakasdi Circolor Kft. Ügyvezetője László Csaba számolt be a Tolna vármegyei szakképzési centrum keretein belül működő duális képzésről. Nyári gyakorlati helyet biztosít azoknak a cég, akik szeretnék tudásukat bővíteni. Első körben a Paksi Első István szakképző iskolával működtek együtt, majd később társult még hozzájuk két intézmény. A Kakasdi Circolor Kft. Főként festéssel, homlokzati hőszigeteléssel foglalkozik. 2006 óta működik a vállalkozásunk, és már akkor is terve volt tanulók foglalkoztatása. Hála Istennek ez 2021 óta folyamatosan működik, és első körben a Paksi Első István szakképző iskolával tudtunk duális partnerként együttműködni. Hála Istennek jelen pillanatban még két iskolával vagyunk szerződésbe, ez a Tamási Vályi szakmunkásképző, illetve a Siófoki szakmunkásképző. A tanulók külső építőipari vállalkozásokban vesznek részt, így hatékonyabban és gyorsabban tudják elsajátítani a szakmát. Idén májusban 5 tanítvány tett sikeres szakmunkás vizsgát. Szerencsére sikerült ezek a végzős tanulók között is több tanulóval további munkaszerződést kötnünk, és bízunk benne, hogy tudunk együttműködni hosszú távon. A diákok jó környezetben tehetnek szert szakmai tapasztalatokra, van köztük olyan is, aki ha sikeresen elvégzi az iskolát, továbbra is a cégnél szeretne maradni. Szalai Zalán, 10. osztályos tanuló, a nyári gyakorlatát teljesíti a cégnél. Érekszentséről jöttem, Siófoki suliba tanulok, éppen. A képzések által olyan hasznos tudásra tehetnek szert a fiatalok, amelyeket az évek során kamatoztatni tudnak. Kidarúzták a nemrég érkezett zónaolvadék csapda elemeit a Paksi atomerőmű hidegvizes csatornáján lévő kikötőben, írja a paks2.hu. A berendezés több mint 700 tonnát nyom. Az 5-ös blokk zónaolvadék csapdájának végleges helye a reaktor tartály alatt lesz, ahol biztonsági funkciót lát el. A szerkezet augusztus elején vízi úton érkezett Oroszországból. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban úgy fogalmazott, az építkezés gőzerővel zajlik annak érdekében, hogy a következő évtized elejétől a Paksi atomerőmű új blokkjai is szolgálatba tudjanak állni, ezáltal javítsák Magyarország energiaellátásának biztonságát.
Hazatért Barcelonából a Dombovári Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Apácai Iskola Erasmusos csapata. A fiatalok kint tartózkodásuk alatt bejárták a katalán várost, számos helyi nevezetességet megtekinthettek. A tanulók emellett egy cégnél teljesítettek szakmai gyakorlatot webfejlesztő, jogi és logisztikai részlegen. Augusztus 1-én elindult a Szekszárdi I. és Gyula könyvtár költöztetése a Tudásközpontba. A gyermekkönyvtárat már teljes egészében áttelepítették új helyre, a további munkálatok még folyamatban vannak. Már itt a Szekszárdi Tudásközpontban vannak az I. és Gyula gyermekkönyvtár olvasmányai. Most az intézmény szabadpolcos könyveit telepítik át az új helyre. Alapvetően a gyerekkönyvtárnak az elhelyezése másmilyen lett, mint ahogy eddig volt. A legfontosabb az a fajta kapcsolat, ami most már természetessé válik, hisz egy épületben vagyunk. Évtizedekig szekszárdiak azt tanulták meg, hogy a gyerekkönyvtár és a könyvtár két külön házban van. Ez azért nehéz, mert amikor a fiatalok kezdenek kamasszá válni, akkor újra meg kell szokniuk egy új épületet, így viszont egy épületben fölnőve a könyvtárba át tudnak könnyen jönni a másik épületbe. A költözés további előnye, hogy a Tudásközpontban nagy közösségi tér áll rendelkezésre, ami eddig nem volt jellemző. Olyan rendezvényeket, olyan közösségi eseményeket tudunk így tartani az épületben, amire eddig nem volt lehetőségünk, és ez új lehetőségeket nyit a gyerekkönyvtár számára is. Az I. és Gyula könyvtár korábbi épülete már több mint 60 éves volt, építési stílusa elavultnak számított. Alapvetően úgy működött, mint egy régi csavar volt. Van egy raktár, van egy raktáros, és aki kér, azt a raktáros kiszolgálja. Ezzel szemben a modern könyvtárak sokkal inkább, hogy egy ilyen boltos példánál maradjanak, sokkal inkább hasonlítanak a szupermarketekre, ahol az olvasó bejön, nézelődik, válogat. Van neki lehetősége bármit kipróbálni. A költözés várhatóan októberben fejeződik be. Nézzük Baranyai Somogy vármegye híreit. Közlekedés, környezet, programok. 512 elképzelés érkezett a pécsiektől. Kis huszártábor. Ismét a hagyományőrzésé a főszerep Fonyódon. Balaton. Jó vízminőség várja a füldőzőket a tónál. Dönts velünk címmel idén másodszor hirdetett közösségi költségvetést a pécsi önkormányzat. A tavalyihoz képest több mint kétszer annyi 512 ötlet és javaslat érkezett be a pécsiektől. A szakmai értékelést követően a legjobb ötletek közül újra a pécsiek választhatják ki ősszel, hogy melyek valósuljanak meg. Összesen 512 ötletet adtak be a Pécsett élő dolgozó és tanuló polgárok a Dönts velünk program idei pályázatára. Jelenleg a szakmai előszűrés folyik, mondja a program szakmai koordinátora. Az 512 javaslat feldolgozása történik most. Szortírozzuk őket, milyen típusú javaslatok, kik küldték be, beleférnek-e egyáltalán a meghatározott minimális keretekbe. Ez a folyamat az egészen augusztus 15-ig tart, ez az úgynevezett szakmai előszűrés. Utána van egy képviselői véleményezés, amikor a képviselők az önmaguk vagy a saját maguk által elképzett fejlesztésekkel összevetik, hogy ők merre tervezték, miben állapodtak meg a saját keretükből, milyen fejlesztéseket terveznek, ezeknek az összevetése megtörténik. Ezután az adott területen élők is megismerhetik azokat a fejlesztési javaslatokat, amiket a szomszédjaik vagy a közelükben élők szeretnének megvalósítani. Jön a részvételi tanácsülés, ami szeptember elején lesz, amikor a lakosokból verbúvált részvételi tanács, ezután is kérek mindenkit, vagy ezúton is, hogy jelentkezzen részvételi tanácstagnak. A szeptember elején lesznek, és ők a részvételi tanácstagok kiválasztják azokat a javaslatokat, amik zónánként felkerülnek a szavazólapra, és szeptember végén indul a szavazás. Ezen a felvételen egy tavalyi ötlet megvalósítása látható. Az Ágoston téri zebra okozzebrává alakítását kérték az itt élők, a gyalogosok nagyobb biztonsága érdekében. Idén is sok közlekedéssel, úthálózattal kapcsolatos elképzelés érkezett a pályázatra. Sok zöld megoldásra tettek javaslatot, mondja Salamon Péter. Sokan külföldi példából merítkeztek, Milánóban vagy Kolumbiában nagyon elterjedt a vertikál garden, az úgyne, a homlokzatokra létrehozott zöld struktúrák, ami smogfogó időjárás javító, vagyis hogy a hőérzetet javító beruházásnak számít. Erről nagyon sok javaslat jött, közösségi program, közösségfejlesztésre jöttek be javaslatok, aztán események szervezésére nagyon sok. A várost 10 körzetre osztották
vettek fel, minden körzetre 10 millió forint jut, amiből a kiválasztott pályázatokat megvalósítja az önkormányzat. A pécsi civilekből álló részvételi tanács nyár végén válogatja majd ki azt a város részenként 5-5 darabot, ami felkerülhet a szavazólapokra. Ezekről újra pécsiek dönthetnek várhatóan ősszel. Kishuszároknak szerveztek tábort Fonyódon. A gyerekek lovat szerszámoznak, íjazni tanulnak és megismerkednek több fegyvernemmel is. A táborban nagy hangsúlyt kap a hagyományőrzés, de emellett a közösségépítés is fontos szerephez jut. Az a lényeg, hogy a tüskének a teteje a síkba legyen ezen. A katonák egykori és jelenlegi eszközeivel is megismerkednek a fiatalok a fonyódi kishuszár táborban. A Kossuth erdőben berendezett bázison élik mindennapjaikat a gyerekek. Gondozzák a lovakat, rendbe teszik sátraikat, és a hagyományokat is ápolják. Nem csak a huszáros virtust, hanem a huszáros fortéjukat is megtanulják. Volt ugye a dolmány, ennek nagyon szép gombos gombjai voltak, és ezt azt kell tudni a gombokról, hogyha nem volt a huszárnak elfogyott a töltete, akkor a gombokat is kilőtte, leszette és kilőtte. Zsigmond régóta tagja már a fonyódi huszárbandériumnak, az idei táborról sem hiányzik. 10 éve huszárkodom, kiscsoportos koromban kezdtem, amikor a kapitányék bejöttek az óvodába lovakkal, és már akkori huszárokkal, és nagyon megtetszett. Voltak barátaim is itt, és meg szerettem volna ismerni a magyar hazánkat, ezt az egész huszárkodást. Nekem nagyon tetszenek az egyenruhák, és szerintem egy szuper dolog ez. Idén 43 lakója van a kis huszártábornak Fonyódon. 7 fiatal Székelyföldről, Böjte Csaba gyermek otthonából érkezett. Tanulni jöttek, hiszen szeretnének Erdélyben is egy gyermek huszárcsapatot létrehozni. Igazából egy gyerek otthonból vagyunk, és nekünk nagyon fontos az, hogy a hagyományunk, a hagyományőrzés, és ez egy jó hely, ahol a gyerekeinknek nagyon sok dolgot gyakorlatban is meg tudunk mutatni, nem csak mesélni tudunk róla, hanem itt meg is tudják élni. A székely kishuszárok hamar beilleszkedtek a fonyódi csapatba. Eddig nekem úgy minden tetszett, a lovaglás, lovagoltunk, airsoftoztunk, múzeum is nagyon tetszett. A program fő célja a huszár hagyományok őrzése, de a tábor bepillantást enged a honvédség munkájába is. Az elmúlt időszak tartós hőségesen befolyásolta a Balaton vizét, amelyben az algák sem szaporodtak el. A fürdőzők így jó vízminőséggel találkozhatnak a magyar tengernél. A vízminőség egyik legfontosabb meghatározója az algák mennyisége, mondta a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakembere. Nem is alga számot, hanem a pigmentjének a koncentrációját határozzuk meg. Az úgynevezett áklorofil koncentráció jelent egy olyan határértéket, amelyet, hogyha túllép az algák mennyisége, és itt van még egy olyan kitétel, hogy nem mindegy, hogy milyen alga szaporodik el, amennyiben cianobaktériumok vannak jelen, akkor okozhatnak vízminőségi problémát. Hogyha számokra akarunk beszélni, akkor az egészségügyi világszervezetnek a határértéke az 75 mikrogram per liter áklorofil koncentráció. Jelenleg a Keszthelyi Szigligeti medence területén ilyen 20-30 mikrogram per körüli értékek vannak, itt a Siófoki medencében pedig körülbelül 10 mikrogram per liter az áklorofil koncentrációja. Jó vízminőséggel találkozhatnak idén a fürdőzők a Balatonnál. Mint a szakember elmondta, az algák elszaporodását az befolyásolja, hogy mennyi szervetlen növényi tápelem, elsősorban foszfor áll rendelkezésre. Amennyiben egy adott tóba foszfor kerül, akkor minden körülmény adott az algák számára, hogy elszaporodjanak. Amennyiben tápanyag nem áll rendelkezésükre, annyiban nem tudnak elszaporodni. Tipikusan más nyarakra is jellemző fajok vannak most is jelen. Amit igazából tapasztalhatunk az, hogy amennyiben nagyon sok szélcsendes, meleg, kánikula nap van, akkor lokális algavirágzások előfordulhatnak, de igazából az idei évben még nem nagyon tapasztaltunk ilyen jelenséget. A kánikula ugyan önmagában megadja a lehetőséget, hogy elszaporodjanak az algák egy-egy adott vízben, de ez csak akkor fordul elő, ha elegendő tápanyag áll rendelkezésükre. Az elmúlt időszak tartós hősége azonban nem befolyásolta negatívan a magyar tenger vízminőségét. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Utak, közétkeztetés, menekültellátás, képviselőtestületi ülés Tolnán. Fél kilós házi cipó, Dombóvária kenyere. Festés, hőszigetelés, Kakasdi cégnél tanulnak a diákok.
Új helyre települnek, megkezdődtek a szekszárdi könyvtár költöztetési munkálatai. Pénteken is meleg napunk lesz, többnyire 30 fok feletti hőmérsékletekkel. A napsütést időnként mérsékelt gomoly és fátyol felhősödés zavarhatja meg. Mérsékelt erősségű északnyugati szél fúj. Este is az éjszaka legyengül a légmozgás, hajnalra kitisztul az égbolt. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!